hajlamosak vagyunk egy ilyen egyszerű gyerekmesévé változtatni az igazságot, mi szerint az ige testé lett. Tehát Isten volt az ige, és ő testé lett. Felvette magára öltötte ezt a testet, a bűntestét. Tehát Jézus magára öltötte a bűntestét. Értünk, ugye ez a történet. És megölték őt, meghalt, ugye, a kereszten. És feltámadt. De valahogy láthatom azt a fedületességet, ami van bennünk, hogy ezt úgy elfogadjuk, de úgy nem kívánjuk meglátni, hogy mi van a szavak mögött. Mit jelent az, hogy az ige testé lett? Mit jelent az, hogy meghalt és feltámadt? Mi van a történet mögött? Mi van a képek mögött? Milyen lélekből születtek a képek? Ezek a képek, amelyeket ismerünk mindannyian. Milyen lélekből születtek? Milyen igazságból születtek? Mit jelent, hogy meghalt? Tehát az ige testé lett, Isten testé lett, és meghalt. Tudjuk, hogy mi történt Jézussal. De mi történt velünk? Amikor megszülettünk, a mi születésünk által, nem ugyanaz történt-e, ami Jézussal is, hogy az ige testé lett, az élet szava, Istennek a lelke testbe költözött, a bűn testébe beleköltözött. Csak hogy a mi esetünkben az ige testévé is vált. Abban különbözünk mi Jézustól, hogy noha általunk is az ige testé lett, tehát megszülettünk testben, hogy mi testévé is váltunk, Jézus nem vált testévé. Ő is megszületett testben, az ige testé lett, az ő személyében, mint ahogy a mi személyünkben is az ige testé lett. Ezért beszél Jézus úgy a gyermekekről, mint akik közel vannak Isten országához, akiknek az angyalai mindig látják Istennek az arcát. Tehát itt is nyilvánvalóvá teszi, hogy igen, a gyermekekben is az ige testé lett. De amíg gyermek a gyermek, amíg nem botránkoztatja meg őt, a felnőttiség, a felnőttek világa, addig az ige tisztán van benne, viszonylag tisztán van benne. És amikor a gyermeket megbotránkoztatják, elkezd serdülni, felnőttivé válni, megbotránkozik, megütközik a felnőtti világ hamisságában, a hazugságba, és ő is akar felnőtté válni, akkor a gyermek, vagyis az ige, Istennek a lelke, aki testé lett a gyermekben, testivé válik. Tehát egy dolog testé lenni, az ige testé lett, amikor megszülettem, bennem is Istennek az ötlete, az igéje testé lett. Testei alakot öltött fel magára. És más dolog testivé válni. A testé lett ige nem feltétlenül kell testé váljon. Jézus megmutatta, hogy benne az ige nem vált testivé. Noha testben lakozott emberi testben, nem vált testivé, nem vált karnálissá, nem vált a test rabjává, nem vált a hús rabjává, mint nálam, az én esetemben. Nálam az ige a hús rabjává vált. Ezért volt nekem szükségem megváltásra, hogy az ige, a lélek, a bennem lévő lélek újból felülkerekedjen a hús fölé, a test fölé. Hát amikor testivé váltam, a testtel azonosultam, a test, a hús vér, test leuralta a lelkemet, azt a lelket, amit Istentől kaptam, föléje kerekedett. És akkor Isten megmutatta nekünk azt, hogy hogyan történik az, hogy a gyermek, Istennek a gyermeke legyőzi a húst, a testet, legyőzi a testiséget, lelkivé válik, és a lélek ereje által, a lélek hatalma által, a szent lélek ereje által, Isten hatalma által legyőzi a testet. A test fölé kerekedik. Ekképp a testtel bármi történik, bármikor történik a testtel bármi, a lélek szabad. A lélek szabad. A testtel bármi történik, üldözhetés, börtön, kivégzés, bármi, akármi, betegség, bármi, a lélek szabad. Mert újból lelkivé vált a lélek. Az, hogy tisztátalan a lélek, mit jelent? Az, hogy a lélek testivé vált. Nem az van, hogy bennünk vannak különböző tisztátalan lelkek, 1, 2, 3, 28, nem az, hogy az a lélek, amit kaptam Istentől, az én lelkem, aki én vagyok, az a lélek, tisztátalanná vált, testivé vált.
megtelt testi elképzelésekkel, testi gondolatokkal, testi kincsekkel, és azzal azonosult, az én lelkem vált tisztátalanná. Nem bújtak belém különböző ördögök, meg nem tudom én mik. Ördögi tanok, azok igen, hazugságok, amelyek megfertőztették az én lelkemet, tisztátalanná tették az én lelkemet, bemocskolták az én lelkemet, és ezért volt szükségem bemerítkezésre, az élő vízbe, Jézus szavába, Isten élő jelenlétébe, hogy ő megtisztítson engemet, szembesítsen engemet azzal, ami van, azokkal a foltokkal, amelyek rátapadtak az én lelkemre, hogy őszintén, szabad akaratomból kívánjak megszabadulni minden folttól, amit kaptam, amit felvettem, amit feltöröltem a világból, magamra vettem a világból. És mi történt Jézussal? Igen, Jézusban is az ige testé lett, de nem lett testivé. Testé lett, de nem lett testivé. És engedte, hogy megöljék őt, utána meg feltámadt. Nekem a lélek azt sugja, ez azt is jelenti, hogy azáltal, hogy a mi lelkünk testivé vált, tehát nem csak testé lett, mert mi is testé lettünk, de testivé is lettünk, ezáltal meghaltunk, bekerültünk az első halálba. Bekerültünk az első halálba. Amikor testivé lettünk, felnőttünk, bekerültünk az első halálba. Két halálról beszél a Biblia, Bibliában Jézus. Nem a Bibliában, hanem a valóságban is. Két halálról beszél, a Biblia bizonságot tesz az ő szavairól. Két halálról beszél. Az első halál, amiről nem tud a legtöbb ember. Amiről tud a legtöbb ember, az a második halál. Amiről tudnak az emberek, az a második halál, a test halála. Az már a második halál. Az első halál az, amiben vagyunk. Amikor testivé lettünk, bekerültünk az első halálba, mert már nem hallottuk a lélek kívánságát, hanem a test kívánságát kezdtük hallani, és azt kezdtük teljesíteni. A test kívánságának engedtünk, testivé lettünk, és meghaltunk. Mint ahogy Jézus meghalt a kereszten, testben, úgy mi meghaltunk lélekben, emberek. Lélekben. És ahogy Jézusnak a lelke, az ő tiszta lelke, feltámasztotta a testet, az ő testét, úgy az ő tiszta lelke feltámasztja a mi halott lelkünket, ami megtévesztett, beszennyezett lelkünket, bemacskolt lelkünket, amelyet bemacskolt a világ. A Jézus testének a feltámadása, mert ő feltámadt testben is, jelképezi a mi feltámadásunkat a lelki halálból, mert mi is meghaltunk, emberek, az első halálban vagyunk, akik még nem ismerték meg az élő Istent, és nem születtek újjá, még mindig az első halálban vannak. És az, hogy Jézus legyőzte a halált, a testet is feltámasztotta, azt jelenti, azt jelöli egészen pontosan, hogy az a szó, amit ő mondott, az ő élő valósága, az ő feltámadásának az ereje képes feltámasztani a mi lelkünket, amiről nem is tudjuk, hogy halott. Mert a világ, akik a világban vannak, akik a testet szolgálják, nem tudják, hogy az ő lelkük meg van halva. Nem tudják ezt. És félnek, rettegnek a testi ember, az ördög, mondjam azt, az ördögi ember retteg attól a felismeréstől, attól a szembesüléstől, hogy ő halott, az ő lelke halott. Ezért él gép módjára, gép fenevad, ugye, kemény gépezet, fenevad módjára él az ember. Rajta van a fenevad bélyege, a fenevad gondolkodása, a fenevad lelkülete. Fenevadakként élünk. A fenevad fél Krisztustól, fél, retteg az ő szavától, mert az ő szava szembesíti azzal őt, hogy ő az első halálban van. És ha nem ügyel, akkor jön a második halál, és az végleg megsemmisíti őt. Mert ha benne az ő szava a mi életünkbe, akkor észrevesszük és meglátjuk, az első halálban voltunk. De fel is támadunk, Isten feltámaszt minket, és kezdi tisztára mosni a lelkünket. Tisztára mossa a lelkünket. Ahogy Jézus feltámad testileg a halálból, úgy mi feltámadunk lelkileg a halálból, a lelki halálból. Viszont, hogyha lelkileg feltámadtunk a halálból, Jézus szavai szerint a második halál, a testi halál már nem árt nekünk.
mert Jézus azt már legyőzte, az le van győzve. A tiszta, megtisztult léleknek, az angyali léleknek hatalma van a test fölött. Azt a test már nem tudja bekebelezni, nem tudja testivé tenni. Tehát ne felejtsük, hogy Jézus is megszületett erre a földre, mint ahogy mi. Jézus is testbe született, az ő lelke is testbe született, mint ahogy a mi lelkünk. Viszont Jézus nem vált testivé. Noha testben volt, lélekként, tiszta lélekként járt a világban, ő nem vált testivé. Ő nem is halt meg. Jézus lelke nem halt meg. Élő maradt. Ő nem ment be az első halálba. Mi kerültünk be az első halálba, azáltal, hogy testivé váltunk. Ezért jött Jézus le a földre, testben, hogy hozzánk testiekhez. Testi módon szóljon, emberi szavakkal szóljon, mert másképp már nem hallottunk. A lelki szózatot nem hallottuk már. A testi ember, a testi vélet ember már nem képes hallani a lelket, és nem is látja azt. Jézus is meghalt, de ő lélekben nem halt meg, ő testben halt meg. De mivel a lelke neki szabad volt és tiszta volt, a testet feltámasztotta. Megmutatta, hogy fiúk, lányok, az én szavammal, az atya szavaival, amit az atyától kaptam, legyőztem a testnek a hatalmát a lélek fölött. Megsemmisítettem a halált. A testet is feltámasztottam. És az, hogy Jézus legyőzte a test halálát, azt jelenti, hogy ő legyőzte, hogy ő minket a szavai által feltámaszt a lelki halálból. Mert a lelki halál következménye a testi halál is. A lelki halál következménye a testi halál is. Először testbe születünk, majd testivé válunk, elfelejtjük, hogy kik vagyunk, és utána, mivel a lélek meggyengül, eltorzul, a test is meghal. De Jézus, mivel tiszta maradt, feltámasztotta a testet. És azt a tisztaságot, amivel ő feltámasztotta a testet, megmutatta nekünk, közzétette. Ennek az alapjait megtaláljuk a négy evangéliumban, Máté, Márk, Lukács és János feljegyzéseiben, az alapokat. De Isten mindenkit személyesen tanít, aki hozzáfordul. Mindenkit személyesen. Ne felejtsük el, hogy Jézus feltámadása, hogy ő a testet feltámasztotta, a mi lelkünk feltámadását jelenti. Hogyha mi lélekben feltámadtunk az első halálból, akkor nekünk is hatalmunk van a test fölött, ugyanúgy, mint ahogy Jézusnak hatalma volt a test fölött. Fel tudta azt támasztani, bármikor letette a testet, és újra felvette azt. Ezt a dicsőséges dolgot, ajándékot adja nekünk Isten, mindenkinek, aki őszinte szívvel keresi az ő szavát, az ő országát. Ajándékba megkapja tőle az élet szavát, amivel legyőzi a lelki halált, feltámad a lelki halálból egészen pontosan, és azáltal hatalma van a test fölött. Neked van-e hatalmad a test fölött? Vagy még mindig a testednek van hatalma a lelked fölött? Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.